Az Andrássy úti egykori MÁV székház 6 éve üresen áll. 2009-ben költözött ki innen mindenki, az öt különböző helyszínen lévő igazgatóságokat összevonták egy újabb építésű irodaházban. Az épületet 7 milliárd forintért árulják, vevő azonban azóta sem akad. Az elmúlt években itt az Andrássy úton megállt az idő, csak két biztonsági őr járja az öt emelet folyosóit. Egyikükkel indulunk felfedező útra a kihalt szellemépület falai között. A túra a patinás bejárattól indul, amelyet, ahogy a házismerője mondja, négy szűz őriz, lámpagömbbel a kezében. Az öntött vas szobrok készítésének pontos ideje ismeretlen, de valószínűleg az 1800-as évek közepén végén készülhettek. A múlt század elején épült épület tavaly kapott műemléki védettséget, és pontosan ez a probléma. Mert ahhoz, hogy valaki ezt megvegye, hozzát kellene alakítania. Az átalakítás pedig a műemlékvédelmi előírások miatt nem lehetséges. A Páternoszteren nem fogott az idővasfoga. A körforgó lift 1930 óta hibátlanul működik. Talán ez az egyetlen szerkezet az épületben, amely néha kap egy kis áramot. Az ötödik emeletre megyünk vele, innen pedig a tetőre. Az épületre az 1900-as évek elején kétszer építettek rá szinteket, így jóval a környékbeli házak fölé magasodik. Az egykori MÁV székház egyébként azért is volt különösen fontos a vasutasok számára, mert a korabeli dolgozók téglajegyek vásárlásával saját pénzükből támogatták az építését. Évek óta nincs fűtés és világítás. A Vasutas Sportklub által nyert kupa is már csak az ajtót támasztja. Hiába próbálják rendben tartani, a ház boltívei kezdik megadni magukat az időnek. Omlanak a falak, ázik a plafon, hullámzik a parketta. A legrosszabb állapotban az egykori pályavasúti osztályszobái vannak. A gyors költözés nyomai pedig minden sarokban fellelhetők. A pályavasúti osztályban vagyunk, elég hirtelen történetett a távozás, mert innen üzenjük, hogy Katinak itt maradt a válfája, betakarjuk a nevet rajta. Kati itt hagyta a válfát. Itt derül ki az is, hogy 15 év MÁV-nál eltöltött munkaviszonnyal csak 4000 forinttal lehetett többet keresni, mint például 4 év hűséggel. Menetrendek, biztonsági előírások kerülnek elő az üresnek itt szekrények mélyéről. Itt tárolták ezekbe a szekrényekbe a hazai pályavasutaknak a műszaki tervrajzait, vágányszámok alapján volt eltárolva, hogy pontosan hol mi található a hazai vasúti hálózaton, milyen vágány, milyen sínek. A falon maradt térképen hibajavítóval takarták el azt a 478 kilométernyi vasútvonalat, amelyet 2007-ben a Kóka János vezette közlekedési minisztérium szüntetett meg költségcsökkentési céllal. Az igazgatósági folyosó felé tartunk, de már csak a lépcsőházak kovácsolt vaskorlátai idézik a vasút régi fényét. Ez itt az elnöki titkárság, titkárok egyes szoba. Titkárok kettes szoba. Itt már süppedős a szőnyeg, ez itt a kabinetigazgatónak a helye. Más a csillár is. És most következik a MÁV vezérigazgatójának a szobája, íme. Itt dolgozott gyönyörű kilátással az Andrássy útra. Ez a másik impozáns terem, tulajdonképpen nem is tűnik romosnak. Ez az elnök igazgatónak volt a tárgyalója, dolgozó szobája. Azt hiszem, hogy sokan szeretnének ilyen dolgozó szobát. Na hát itt a folyosón végigmenve olyan 4 igazgatóságot számoltunk össze, valószínűleg ennél azért több volt, több igazgató. Nekik azért nem volt ilyen szobájuk, mint az elnök igazgatójé. Az látszik.
Az egyik felső vezetői iroda melletti szobaszekrényének az ajtajára ragasztva találjuk meg a 99-es közbeszerzések nyerteseinek listáját. Az irodai rész magunk mögött hagyva a földszinti étterembe megyünk. A II. Világháború után több belső átalakítást is végeztek az épületben. Akkor épült az üzemi konyha és az étterem a hátsó udvarban. A konyha helyén korábban a főportási lakás volt. Az ételszag úgy beitta magát a falakba, hogy 6 év után is érezni azt a tipikus menzaszagot, amely az ilyen helyek sajátja. Az épület egyéni múltja mögött itt megbújik a történelem egy másik szeglete is. Mi van ide? 1956 után építették a belső udvarban a tanácstermet a színpaddal. A műanyag és fa burkolatú helység kicsit idegennek tűnik a múlt századi épületben. 2008 óta elnémultak a hangszerek, illetve a mikrofonok. Ugye régen itt szimfonikus zenekartól kezdve konferenciákon át volt mindenféle rendezvény. 2008 óta üresen áll ez a helység is. A ház alatt kétszintes pincerendszer húzódik, a II. Világháború előtt kialakítottak itt egy óvóhelyet, amelyben távíróközpont is működött. Szintén a pincében kapott helyet egy lőtér és egy nyomda is, ez eleinte meneti egy nyomdaként üzemelt, majd később teljesen önállóvá vált, és nem csak a vasúttársaságnak, hanem más szervezeteknek, óvodáknak, iskoláknak is készített különböző kiadványokat. Az egykori nyomdagépek egy része is itt maradt az alagsorban, itt porosodnak 2008 óta. Nem csak a nyomdagépek, hanem a gépekhez tartozó kiegészítők, tintapatronok, kezelési útmutatók is itt vannak, nem kellenek már senkinek. Az egykoron szebb napokat is látott patinás épületben a legutóbbi átfogó felújítás több mint negyed százada történt. Az egyetlen visszatérő vendége az épületnek a Keresztény Vasutasok Egyesülete, akik évről évre megkoszorúzzák még mindig Lázár Vilmos aradi vértanúnak az emléktábláját, akiről kevésbé tudni, hogy ő egykoron a vasút főpénztárnoka volt. Jelenleg kisebb állagmegóvó javítások zajlanak, de nagyobb összeget már nem akar költeni a MÁV egykori központjára senki. Mindez a következő tulajdonosra vár.